Irénken én is, Géza bácsi, ugye azt mondják, hogy a veszélyeztetett korosztályba tartoznak. Hogyan viselkednek most, amikor ilyen járványhelyzet van, és az idősek figyelmét felhívták egy csomó dologra? Hát be vagyunk, nem vagyunk bezárva, hanem itt vagyunk a lakásban, meg a kertben jó idő van, most kertészkedünk nyakra főre, napozunk. Hát az, hogy hát mi, ha lehet, mindenki maradjon otthon, ezt mondjuk. Telefonon hívjuk a barátainkat, hogy mint vannak, így tartjuk a kapcsolatot. A bevásárlást meg a gyerekeink végzik. Mondjuk a múlt héten voltam a gyógyszertárban, egy óra hosszát álltam sorba. De hát muszáj volt elmenni, úgyhogy... Fontosnak tartja betartani ezeket a írott és íratlan szabályokat, amelyeket most hoztak? Hát én nagyon fontosnak tartom, mert hát ahogyan mondják, hogy hát a 60 éven fölül az időseket érinti legjobban, hát tartózkodunk egymástól, hogy mégis ne érjen. Mennyire tartanak attól, hogy netán elkapják, vagy érinti önöket majd ez a fertőzés? Hát bízunk benne, hogy nem kapjuk. Én úgy vagyok, azért teszünk is ellene, úgyhogy hát reméljük, hogy hát itt a környezetünkben nem lesz majd.